A kormány a tartósan beteg gyermeküket, illetve hozzátartozójukat otthonukban ápolók munkájának megbecsülése jeléül arról döntött, hogy bevezetik a gyodot, azaz a gyermekek otthongondozási díját, amely hatalmas segítség az érintetteknek. Mi nagyon örülünk, akik otthon ápoljuk gyermekünket, itt most konkrétan a 18 év alatti és 18 év fölötti fogyatékkal élők ápolásáról beszélünk, függetlenül attól, hogy január 1-ével gyermekápolás otthondíjának nevezzük ezt, tehát erre jó odafigyelni minden érintetnek. Mi nagyon örülünk, hogy a kormány észrevette és elfogadta azt a jogos igényünket, hogy akik otthon ápoljuk gyermekeinket, megérdemeljük az elismerést, és nem csak az erkölcsi, hanem az anyagi elismerést is, hiszen a családoknak rendkívül sok kiadásuk van. 2019. január 1-től 15%-kal emelkedett a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos hozzátartozójukat otthonápolók ápolási díja, de emellett egy új ellátási kategóriát vezetett be a kormány, a gyermekek otthongondozási díját, amelynek összege bruttó 100 000 forint. Azok az ügyfeleink, akik ápolási díjra voltak jogosultak 2018. december 31-e előtt, azoknak az ügyfeleknek új kérelem benyújtása nélkül megállapítottuk 2019. január 1-től a gyermekek otthongondozási díját. A határozatokat 2019. január 15-ig kellett döntésben meghoznunk, és ezek már folyamatosan postázás alatt vannak. Az összeget pedig február 5-ig fogják megkapni az ügyfeleink. A támogatás igényléséhez kérelemnyomtatvány szükséges. A kérelemnyomtatványon szükséges adatokat kell kitölteni, ugye főszabály ugye a szülő-gyermek viszony, ezt nézzük, vér szerinti, illetve örökbefogadó szülő esetében kerülhet erre sor. A kérelemnyomtatványhoz tartozik különböző igazolások. 6 éves kor alatt szakértői szakvélemény szükséges a támogatás igényléséhez, 6 éves kor felett pedig házi orvos vagy házi gyermekorvosnak az igazolása szükséges. Illetve annak igazolása, hogy a gyermek köznevelési intézményben tanul, óvodai nevelésben részesül, nappali szociális ellátást nyújtó intézményben van, vagy pedig felsőoktatási intézmény hallgatója. Akkor az intézménynek, a vezetőjének az igazolása szükséges.